lehet, meg hát ráni nem. Írta Jáni Gusztáv, magyar királyi honvédtábornok 1943. januárjában. 12-én indult a szovjet vörös hadsereg támadása a második magyar hadsereg Doni állásai ellen. A 200 kilométeres arcvonal ellen hetekig tartó rohamsorozat, a mínusz 30-40 fokos orosz tél felőrölte a szívós, sokszor hősies ellenállást tanúsító, de ehhez a harchoz hiányosan felszerelt magyar hadsereget. A kommunista-szocialista történetírás évtizedekre meghatározta, miként és hogyan illik írni és szólni az egykori magyar királyi második honvéd hadseregről, annak katonai tevékenységéről és egykori parancsnokairól. Ez az irány vagy útmutatás a finomabb formában is, de túlélte a rendszerváltoztatást, és az 1950-es, 60-as években megfogalmazott állítások, vélekedések még napjainkban is vissza-vissza köszönnek, mondja Szakály Sándor történész professzor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója. Kakukk El Tamás interjúja. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy Magyarország lehetőségei szerint igyekezett a második világháborúvá vált európai háborúval kimaradni. Ha belegondolunk 1939. szeptemberében, amikor megindul a német-lengyel, illetve a szlovák-lengyel háború, mert Szlovákia is azonnal megtámadja Lengyelországot, majd rá 17 nappal később a Szovjetunió is megtámadja Lengyelországot, Magyarország határozottan arra az álláspontra helyezkedik, hogy semlegesnek kell maradnunk, ebben a háborúban részt nem vehetünk, és főleg nem a lengyelek ellen. De vannak olyan kényszerítő tényezők, amelyek fölülírják az elképzeléseket. Gondoljunk bele, amikor a német-szovjet háború megindul, a németek oldalán nagyon gyorsan ott masíroznak a románok, a szlovákok és a finnek is, de hát ez egy másik dolog, meg aztán, hogy Olaszország, meg a spanyolok kiket, vagy milyen önkéntes alakulatot küldenek, ez egy másik dolog. De Magyarország 38 és 41 között Németország jóvoltából szerez vissza területeket a trianoni békediktátum. Ezt nem lehet elfelejteni. És ezt, bocsánat ezért a szóért, mindig oda lehet dörgölni a magyarok orra, hogy hogy volt az, az jó volt, amikor nektek visszajött Felvidék, vagy Kárpátalja, Észak-Erdély, keleti ország részek, Délvidék, és most akkor nem akartok semmit tenni ezért, hogy mellettünk állnak. És a másik, ami a magyar politika és a katonai vezetésre szerintem kényszerűen hatott, a román és a szlovák jelenlét a háborúban. Ugyanis akkor sokan úgy vélték, lehet, hogy nem mindenki, hogy egy gyors lefolyású háború lesz, amit gyaníthatóan a németek megnyernek, nem biztos, hogy Vlagyivosztokig eljutnak, vagy Szibéria is német terület lesz. Lesz mondjuk egy megegyezéses béke, az európai részét elfoglalják a Szovjetuniók, ott vagy részrehoznak egy ilyen félig meddig bábállamokat, mint egy önálló Ukrajna is szeretett volna akkor létrejönni. És akkor azt mondhatják a győzelemben résztvevő románok és a szlovákok, hogy vajon kit illetnek meg azok a területek, amelyet megkaptak a magyarok, akik nem tettek semmit ezután, csak otthon ültek békésen és figyelték az eseményeket. Tehát ezek azok a tényezők, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a mai fejünkkel 80, meg 90, meg 100, meg 300 évvel az események után egész másként láthatunk dolgokat, és számon kérhetjük az akkori döntéshozókon, hogy miért azt a döntést hozták meg. De a kérdés az, hogy abban a pillanatban mi milyen döntést hoztunk volna, milyen információk álltak a rendelkezésünkre. Hát el tudjuk azt képzelni, hogy van egy olyan ország, vagy bármely ország, amelynek politikai vagy a katonai vezetése, ha belép egy háborúba, akár kényszerből, akár kényszer nélkül, de mégis hadviselő félé válik, hogy azért lépjen be, hogy elveszítse a háborút, és minél nagyobb veszteséget szenvedjen. Hát ilyen nincs sehol a világon. De ezeket próbálták súlykolni 1945 után, hogy a gonosz Horthy rendszer nem is korszakot használtak, ahogy már mondtam, a baloldaliakat, a szegényeket, a zsidókat ki akarták ebből az országból söpörni, és erre a legjobb alkalom volt a háború, mert majd ott elpusztulnak a fronton. Na de hát itt egy új világrend kialakulása volt, küszöbben azt lehetett látni annak alapján, ahogy professzor úr elmondta. Na most annak utána a következményeibe, viszont hogy milyen helyet tölt be Magyarország, egyértelműnek látszott ez a megoldás. De ráadásul, ha visszatérünk a Donkanyarhoz, hát a német szövetséges sokkal nagyobbat követelt. Ő tulajdonképpen a teljes magyar honvédségnek a felvonultatását követelte, ugye még Ribbentrop, aztán Keitel már engedett valamit, tehát egy tárgyalás volt a magyar hadvezetés és a németek között, és ez egy kompromisszum volt, hogy csak idézőjelbe, csak a második magyar királyi honvéd sereg ment a Donkanyarba. Igen, hát a nyilvánvaló Ribbentrop is érzékelte 41 decemberében, hogy azért az egész honvédséget, tehát a teljes magyar haderőt nem bocsátja Magyarország a rendelkezésre, de ezzel lehetett eljönni, és ebből kell alkudozni. Szombathelyi Ferenc feljegyzései szerint, aki tárgyalásokat folytat, Keitel tárgyalt Bárdossy Lászlóval és Barta Károlyval, és Barta ugye honvédelmi miniszter volt, azt írja mind a két oldal egyébként, hogy szinte kiabálásokban, vagy nem tudom én, kemény hangú megszólalásokban folyt ez a vita, vagy az egyezkedés, az alkudozás, és akkor végül is sikerült megállapodni abban,
hogy egy kisebb létszám, egy kisebb kontingens, egy hadsereget, a Magyar Király II. Honvéd hadsereget bocsátják a németek rendelkezésére, amely 9 gyalogdandárból, ezeket később könnyű hadosztálynak nevezték át, egy rögtönzött tábori páncélos hadosztály és egy repülőcsoportból álmad. A létszáma mintegy 207 000 fő volt ekkor, és a magyar viszonyok között akkor a legjobban felszerelt, legjobban kiképzett hadsereg vonult ki a keleti hadműveleti területre, amit viszont nem tudtak a magyar döntéshozók, hogy vajon milyen feladatot kap ez a hadsereg. Tehát amikor 42. április 11-én megjelenik Szombathelyi Ferencnek a honvéd vezérkar főnökének a parancsa, amiben ő azt írja, és ezt egy nagyon fontos és rendszeresen kiemelem, ha megszólaltok ebben a kérdésben, hogy minden parancsnoknak kötelességévé teszem, hogy takarékoskodjon a magyar vérrel. Tehát nem az a lényeg, hogy hősi halottakat és minél többet produkáljunk, bár ha írja, a háború veszteség vagy áldozatok nélkül sajnos nincs, vagy nem következhet be, vagy nincs a háború, melyikben ellenének áldozatok, de minimalizálni kell azt lehetőség szerint, és azt is, hogy amit mi adhattunk, azt odaadtuk. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert gondoljunk bele, miként lehet összevetni a Magyar Királyi Honvédséget, a Vörös Hadsereget, a Wehrmachtot, vagy az amerikai haderőt ebben az időszakban. Magyarország igazán 38 után kezd fegyverkezni, akkor indul meg egy fejlesztés. Hát, hogy nem lehetett Trianon korlátozásokat szabott. Így van, hát meghatározta a trianoni békediktátum, mekkora lehet a haderő létszáma, milyen felszerelése lehet, hány löveg lehet, hány kézi fegyver, nem lehetnek páncélosok, nem lehetnek repülők, és sokat lehetne erről beszélni, vagy lehetne ezeket folytatni, és Szombathelyi Ferenc ezzel is próbál érvelni, amikor alkudozik Keitellel, hogy a magyar haderő 1944-re lesz abban az állapotban, amikor azt mondhatjuk, hogy egy közép-európai középhatalomnak megfelelő erővel, kiképzéssel, felszereltséggel rendelkező honvédséggel rendelkezünk, de ez a németeket nem hatotta meg, és én azt gondolom, ez is egy óriási dolog volt, hogy sikerült ennyire lealkudni ezt, és a másik, amit sikerült még elérni a honvéd vezérkar főnökének, illetve a katonai vezetésnek, hogy a németek pótolják, illetve egészítsék ki ennek a hadseregnek a felszerelését, amit a németek megtettek, de azt kell mondanom, hogy voltak annál jobb fegyverek is, amiket kapott a hadsereg, de nem azért, mert a németek nem akartak jobbat tenni, nekik is kevés volt a jobból. Tehát az egyébként a csehszlovák haderő által használt és a Skoda művekbe kifejezett T-38-as harckocsikat kapták, meg páncéltörőlöveket is kaptak, kézi fegyvereket is kapott a honvédség. És a másik, ami egy sajátos dolog volt, és ez visszaüt egyébként a katonák emlékezésén, hogy a németek vállalták a hadsereg élelmezését, ellátását, amit ők meg is tettek. Magyarország gabonát és, hogy mondjam, vágóalatot, egyebet szállított a birodalomban, a németek pedig pótolták, vagy bocsánat, az élelmezést adták. Igen ám, de a magyar baka, hogy mindenki akkor leírja, a szalonnát meg a kolbászt jobban szerette, mint a Hitler szalonnát, és így tovább, és ebből voltak, hogy mondjam, nehézségek, hogy kalóriában megvolt az a mennyiség, azt állítják a hozzáértők, de nem ugyanaz a kalória és a mennyiség, meg a jó lakottság érzése, és így tovább, ez különbözik. Milyen volt a honvédség helytállása ott? Ugye az egy hatalmas arcvonal volt, egy nagyon széles arcvonal. Gyakorlatilag 200 kilométeres arcvonalat kellett védeni, és ugye eljátszottunk a gondolata, hogy alig 200 000 ember van, mint a minden méteren állna egy katonát, egy háború és egy arcvonalnak a védelme nem így néz ki. Én azt gondolom, hogy a Magyar Királyi Honvédségnek ott lévő seregtestei, tehát amelyek a II. Hadseregben szervezve voltak, helytálltak a lehetőségek szerint. Súlyos harcokat vívtak, komoly veszteséget szenvedtek, de úgy tűnik, hogy a szovjet hadvezetés célkitűzését, hogy mennyit nyomuljanak előre, mekkora területet foglalnak, azt sikerült bizonyos értelemben megakadályozni. És én azt gondolom, hogy az a közel 42 000 hősi halott és eltűnt, 28 000 sebesülten hazatért személy, illetve 26 000 hadifogságba került katona, és az úgymond épségben több mint 100 000 visszatért személy mindent megtett azért, hogy a szovjet támadást föltartóztassa. És azt kell mondanom, hogy azok, akik kitartottak végség az állásokban, azoknak köszönhető az, hogy nagyon sokan menekülhettek meg, tehát maradhattak életben, és nem csak magyarok, hanem olaszok, németek is ebben az értelemben. Az utóélet ugye az volt, a kommunisták nem csak a történetét akarták ennek eltörölni, hanem azokat a személyeket is, akik ebben részt vettek, Jáni Gusztávot kivégezték. Aztán, hogy a jog talajára érjünk, a Magyar Bíróság ugye 90 után rehabilitálta. Tehát ez is valamit mutat. Igen, háborús bűnös nem volt. Jáni Gusztávot háborús bűnösséggel vádolták, elítélték, kivégezték. 1993-ban az akkori Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága bűncselekmény hiányában fölmentette a vádak alól. Ez természetesen Jáninak az életét már nem adja vissza, de nyilván a bíróság, amikor elővette az egykor iratokat és megnézte, hogy ott mi zajlott és mi volt, akkor rájöttett arra, hogy mondjam, a magyar igazságszolgáltatásnak nem a dicsőséges korszakában születtek ezek az ítéletek, amelynek a felülvizsgálat
tartotta fontos. Hozzáteszem azt, hogy nyilvánvaló vannak, akik nem jogi értelemben továbbra is Jáni Gusztávot felelősnek, bűnösnek tartják, de hozzá kell tenni. Maga Jáni Gusztáv minden esetben azt mondta, hogy elismeri a felelősségét, ami nem azonos a bűnösséggel, és egy csomó dokumentum, amit elétettek, ráírta, hogy ezt a parancsot is én adtam ki, vállalom érte a felelősséget, és így tovább, mert nem lépte túl a szolgálati szabályzatban előírtakat, meghatározottakat, tehát ő annak a szellemében járt el. Nem volt ugyanolyan, mint Nagy Vilmos, aki egyébként testi-lelki jó barátjának tekinthető, egykor Ludovika Akadémia évfolyamtársa, illetve évfolyamtársa a bécsi hadiskolán, a vezérkari képző intézményben, akinek az emlékezés szerint, amit egykori szántsegédek Éri Kálmán sokszor elmesélt nekem, az íróasztalán két könyv mindig ott volt. A Biblia és a szolgálati szabályzat. Ez határozta meg azt, hogy Nagy Vilmos, akit ugye vitéz, lófő, nagybaconi Nagy Vilmosnak illik mondani, miként cselekszik, és az egyébként szintén protestáns evangélikus vallású Jáni Gusztáv is hasonló szellemben cselekedett. Ezek az emberek a 19. század végén, 20. század elején váltak katonákká. Egy európai nagyhatalom haderejében, vagy a közös haderőben, vagy a honvédségben, mind a kettőben szolgáltak, és azok az erkölcsi értékek, amelyek ott megfogalmazódtak, és amelyek számukra előírások voltak, azokat egy életük végig betartották, és ez oda tartott a kötelesség, a hűség, a hazaszeretet és a felelősségvállalás mindazért, amit tettek. Járni nem tett más, mint ezt következetesen végig vitte életébe. Én mai napig sajnálom, hogy a rendfokozatát még mindig nem kapta vissza, ugyanis attól még a népbírósági eljárásait megfosztották, és azóta is többen gondolkodnak rajta, hogy miként és hogy hogy lett. Én azt szoktam mondani, hogy egy államfő által adományozott rendfokozatot, mert mindenkinek az államfő adományozta a rendfokozatot a két világháború között miniszteri rendelettel. Én azt gondolom, annyit kellene tenni, hogy az a rendelet, amit Vörös János írt egyébként alá, aki Jáninak ugye egykori tábornoktársa volt, az nem egészen jogszerű, és ezzel helyreállna a világrendje. Szakály Sándor történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatóját hallották.